A mai napunk legizgalmasabb pillanata, amikor a Zelenszky gyereknek odaítélt díjat Putyin versenyen kívül utolsó pillanatban elhozza az Agresszor című filmben nyújtott alakításával. És én naív meg elhittem, amikor azt mondták, hogy kettőjük közül Zelenszky a színész. Ezt hallgass meg, Willy Boy! Nem tetszik, hogy én nyertem! Töröm kézed lábad! Jó van már, tudom, hogy öv alatti volt, de azért nem kell annyira felkapni a vizet. Oh-oh. Ajjaj, ez ilyen, mint a vörös hadsereg. Na, mi van? Oh! Oh, wow! Wow! Kevés vagy, mint Putyinban a brumogás, bazd meg! Hagyd békén a kedvenc ruszkimat! Most komolyan, haver? Da! Ugyan már, ez csak egy régi ukrán vicc. Putyin a béke harcosa! Úgyhogy ne basztasd őt! Rendben, nyugi! Hú, wow! Beütött a Sputnik, vagy mi a fasz? Hát, hölgyeim és uraim, ezt megúsztuk, mint az Omikront. Még szerencsé, hogy nem Orbánnal vicceltem. Szevasztok, gyerekek! Ebben az Oscar pofonba, halljátok, benne van az egész mai világunk. Tényleg, akármennyit gondolkozom rajta, hogy mi az Isten van, mi történik velünk, rájövök, hogy ez az ukrán háború, ez a Covid járvány, ez minden ami most történik, teljesen egyértelmű, vagy evidensnek tűnhetne, hogy az Oscar gálán Will Smith pofán vágja Chris Rockot. És hogy miért, meg hogy, az tulajdonképpen dettó ugyanaz, mint ami a világban ma zajlik. Nem lehet tudni, hogy mi történt. Illetve, és akkor ukrán válság. Ugye, azt mondjuk, hogy Will Smith Putyin, a Chris Rock Zelenszky, a producerek a háttérhatalom, a színész celebek azok a politikai elit, gazdasági elit, a nézők meg azok, akiket hülyítenek. Mert ugye mi történik? Most ez a háború, akkor ugye a producerek gazdagszanak, mint az állat, a Will Smith úgyis meg fogja úszni, a Chris Rocknak komolyabb baja nem lesz annál, mint hogy pofán vágják, a politikai elit jól jár, mert megtarthatják a nézettségüket, megtarthatják a kontrolljukat, a színészek ugye részt vehetnek ebbe a hepajba, csak a népet hűítik. A nép hűl, a nép butul le, a néphez eljutott kulturális termékek színvonala romlik, de ki a szart érdekel, amikor mindenki jól jár vele, kivéve a népet. De ráadásul még a népnek egy része jól is szórakozik ezen. Mert ugye mi történik? Hát miért szólt be? Ugye? Miért szólt be egy erősebbnek? És ráadásul suta vicc. Tehát ezzel nem viccelünk. Értitek? Immunbeteg feleséggel nem viccelünk. Orosz kisebbséggel, nácikkal nem viccelünk. NATO fegyverek telepítésével nem viccelgetünk. Tehát mit csinál az erősebb? Indokoltan, ugye? Hát... persze, hát még jó, hogy a Will Smith fölmegy és pofán vágja a Chris Rockot, mikor sértegeti a feleségét. Még jó, hogy a Putyin átmegy Ukrajnába és pofán vágja Zelenszkyt, mikor sértegeti a határát mindenféle rakétákkal, meg orosz kisebbségek elnyomásával, meg mit tudom én. De mindemellett tudjuk, hogy ez egy show. És hogy mind a ketten ugyanannak a show-nak a részei. Ezért aztán... nem igazán értjük, hogy most ki mellé kellene állást foglalunk, hiszen show. Csak közben emberek károsulnak, mert ugye hát nálunk csak, itt most csak annyi van, hogy butulunk, hűlünk. Az ukránoknál, meg az oroszoknál annyi van, hogy pusztulnak. És hogy gigantikusan rossz nekik. De a dinamikája ugyanaz. A Will Smith meg fogja úszni, egy civilizálatlan, agresszív lépést meg fogja úszni, mert hogy híres annyira, el fogják neki nézni, az elit már elnézi neki, hiszen a színészek már megütögették a vállát, meg mit tudom én, a Chris Rock is úgy lesz vele, na jó, ha ez megállt egy pofonnál,
és hát akkor majd valószínűleg meg fog neki bocsátani. A nézők megbocsátják, hiszen hát megsértették a feleségét. Jó, nem kellene pofán vágni a Chris Rockot, de hát minek mondott olyan viccet. Ja, de az egész show, és az egészen a producerek gazdagszanak, és a szociális média pörög, mint az állat. A koronavírus járvány vakcina ugyanez. Tudjuk, hogy nem jó a megoldás. Akik ugatnak, azokat pofán vágjuk, nyilvánosan pofán vágjuk. Tudjuk, hogy az egész egy show. Tudjuk, hogy az egészen csak a producerek gazdagszanak. Tudjuk, hogy minket csak hülyítenek, mi vagyunk azoknak, akiknek a szart, a hülyeséget lenyomják a torkán. De mi nézzük, elfogadjuk, hogy hát akkor pofán vágták azokat az orvosokat, megmondó embereket, akik más véleményen voltak, mint a fősodor tudomány. Följött a fősodor tudomány, lekevert egy pofont, miért kell sértegetni a tudományt, ugye? Miért kell veszélyeskedni, milyen jó, hogy lenyomták nekik egy pofont, hiszen a közösség érdekei szem előtt tartva lép föl agresszorként a kötelező oltást bevezető agresszor. Tudjuk, hogy jó az egész, tudjuk, hogy pénzről szól, végignézzük, megtapsoljuk, és aztán úgyis rajtunk csattan az ostor, és sorolhatnám, tulajdonképpen ez a pofon, ez ami most van, ez annak a szimbóluma, hogy mi hogy állunk ehhez az egészhez, és nem lepődnék meg, ha Hollywoodtól kezdve a szociális médián keresztül most nagyon-nagyon rendszeressé válnának ezek a féle geggek, ahol a valóság és a film határvonala megtörik. Valószínűleg rájöttek Hollywoodba is, hogy nem a mozikba kell bevinni az embert, hanem az eseményt, a fictiont, az akciót kell online, a Facebookra, a Twitterre, nem tudom én mire oda vinni, és körülbelül ekkora időintervallumokban. Ez tökéletes. Egy perces gag, mint egy TikTok videó. És profi színészekkel, mint egy ilyen virtuális dokumentumfilm a valóságról, amit már nem megtapasztalunk, hanem a virtuális térbe dokumentumfilmként megnézünk. És akkor jön egy ilyen pofon. Szóval nagyon érdekes jelenség ez. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova futja ki magát. Most szombat van, holnap választások. Én a választásokkal kapcsolatban egyetlen egy dolgot tudok biztosan, hogy el fogok menni szavazni, és mindenkit arra sarkalok, hogy menjen el szavazni, még azokat is, akik rendszerváltásba hisznek, és nem hisznek a demokráciába, és nem tudom én, akkor is azt gondolom, hogy a holnapi nap biztosan a lehető legtöbb, amit tehetsz változásért, vagy stabilizálásért, vagy bármiért, amit te szeretnél, hogy legyen politikailag, az, ha elmész szavazni. Úgyhogy menjetek el szavazni. Na, köszi. Ciao.